600 milliárd forintot adunk vissza a magyar családoknak a személyi jövedelemadó visszatérítése miatt. Ez azt jelenti, hogy jövő év februárjában az a körülbelül 1,9 millió szülő, aki legalább egy gyermeket nevel, visszakapja a befizetett személyi jövedelemadóját 2021-ről. Teendő nincsen. Főszabály szerint meg fogja kapni mindenki automatikusan ezt a személyi jövedelemadó visszatérítést. Akkor is, hogyha valaki egyedül neveli a gyermekét vagy gyermekeit, akkor is, hogyha a szülők akár egy gyermeket nevelnek közösen, és akkor is, hogyha vállalkozóként vagy önfoglalkoztatóként élnek. A személyi jövedelemadó visszatérítésre jogosultak azok a kismamák is, akik az idei év december 31-ig betöltik a várandóságuk harmadik hónapját.